Folytatjuk idén záró műsorunkat, a következő percekben megtudhatjuk, hogy milyen a Real Madrid és az a sok-sok El Clásico blogger szemmel. A Népsport két blogírója, Kopányi Gergely, illetve Hegedűs Henrik a vendégünk. Sziasztok! Szia. Így is mennek titeket többen, vagy Kompányi és Henrik néven? Valószínűleg az utóbbi, szerintem. Kérdeztem már Dodoéktól is ebben a műsorban, hogy, szerint, hogy szerintük jót tesz a spanyol bajnokságnak az, hogy két ennyire kiemelkedő csapata van, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Szerintem nem tesz neki annyira jót. Én sokkal szívesebben néztem a Liga küzdelmeit 6-8 évvel ezelőtt, amikor nem volt lefutott egy Valencia, vagy egy Deportívó, vagy Sevilla elleni. Uh, rangadó. Uh, szerintem nem igazán normális, hogy mondjuk a Sevilla otthonában, vagy uh, régen még 2007-ben az Aragóza ellen is vértizadva sikerült egy döntetlen kiharcolni, addig most ezek a párharcok uh, totálisan lefutottak, és általában uh, 20 perc után eldőlnek. Ez szerintem nem jó irány. Te ugye a Real Madrid szurkoló is vagy, Igen, és absolutt. ugye a korona mögött blogot írod a, a Népsporton. Hát amikor elkezdtétek, akkor uh, benne volt, hogy sokáig arról kell majd uh, uh, megemlékezni, hogy a Real Madrid kullog a Barcelona mögött, aztán most átjött, vagy megjött a hatalom átvétel, tavaly a királykupában, idén pedig a bajnokságban. Így van, uh, amikor 2010. októberében uh, útjára indítottuk a korona mögött blogot, akkor uh, viszonylag hamar a nagy várakozások elején, egy másfél hónap az indulás után a csapat beleszaladt az arcpirító 5 0 vereségbe. Uh, az igencsak visszarántott minket a, a valóságba, és akkor úgy tűnt, hogy nagyon nehéz lesz ezt a Barcelonát megfogni. Hát nagyon örülünk, hogy, hogy mostanra most már fordult a kocka. És az előbb, amit mondtál, azt arra értetted, hogy édesebb lenne a siker, akkor, hogyha szorosabb lenne a bajnokság? De gondolom azért így is az, hogy a Barcelonát sikerült megerőzni. Természetesen a siker mindig édes, de, de sokkal izgalmasabbak voltak akkor vélemény szerint a, a Premier a, a nagy rangadói. Henrik, te mit gondolsz a két bajnokságról? Én azt gondolom, hogy nem csak a bajnokságnak nem tesz jót, hanem a két csapatnak sem. Tehát hiába próbálják uh, tudatosítani magukban, hogy, hogy az európai szintér az nem ugyanaz, mint a, mint a hazai. Picit olyan, mint amikor néhány évvel ezelőtt itt volt a Fotex, meg a Pixeget, teljesen kiemelkedtek a kézjabdamezőnyből, és ez mindig visszajutott a nemzetközi szintéren. Nem mondom, hogy emiatt estek ki most uh, idén, de hogy nekik sem jó ez a helyzet, az biztos. Te, ha belegondolsz, uh, alapvetően még jól is elsülhet, hiszen az, hogy mondjuk hazai, pály vagy, a <coughs> hazai pontvadászatban nincsenek annyira nehéz mérkőzések, az mondjuk a bajnokok ligájában, hogyha jönnek az elődöntők, a negyeddöntők és azoknak a nehéz meccsei, akkor rá lehet elvileg koncentrálni, csak hát ugye nagyon sok a mérkőzés és ugye most a Real Madrid pont abba szaladt bele, hogy három napon belül kellett játszani a Barcelonával, aztán a bayern Münchennel. Igen, de mondjuk ennek megvan az a hátránya, hogy mondjuk egy Real Madridnak, meg Barcelonának nem kell alkalmazkodni senkihez a bajnokságban. Próbálgathat Mourinho vagy Guardiola új rendszereket, de az, hogy most a spanyol bajnokságban ez működik, ez is működni fog, meg az is működni fog, és mondjuk a BL-ben, ahol azért tényleg van, szükség van kisebb kigazításokra, nem tudja előre megmondani, hogy ami ott a, a hazai bajnokságban működött, az vajon itt is működni fog-e. Ha már említetted a, a, taktikákat, tudom, hogy te a meccselemzések szerelmese vagy. Guardiola vagy Mourinho az, aki könnyebben kiismerhető? Hát egy picit murinyó abból a szempontból, hogy neki a, a személyisége nagyon rajta van, nyomot hagy a csapaton is és sokkal direktebb, könnyebben észrevehető, néha, néha brutális taktikai húzásai vannak, ami nagyon szembeötlő. Guardiola sokkal kifinomultabb és olyan apróságokat szokott változtatni, amit vagy észre sem vesz az ember, vagy még nem értelmezi pontosan, tehát ő sokkal kifinomultabb ember is és edző is. Miért van szükség szerintetek arra, hogy, hogy annyira átszellemülten és annyira részletesen feltérképezzék ők az ellenfél csapatait, holott, ahogy mondtad, az ellenfeleknek kell idomulni hozzájuk? Profi edzők, illetve profi játékosokról van szó, szerintem muszáj nekik felkészülni minden meccsre úgy, mintha óriási rangadó lenne, hiába, papíron, hiába van papíron hatalmas különbség egy Real Madrid vagy egy Barcelona és alsóházi csapatok között, illetve ahogy említettük, a két pólusú bajnokság miatt óriási az eredménykényszer is. Tehát minden egyes pontvesztés nagyon sokat számít a bajnokságban, ezért szerintem létszükséglet, lett, hogy nagyon felkészüljenek a mérkőzésekre. Henrik, ugye mondtad, hogy Mourinho talán egy picit uh, kiismerhetőbb, uh, ez azt jelenti, hogy nem annyira széles a taktikai repertoárja, mint guardiola -i? Uh, Nem, sőt, talán pont az ellenkezőjét. A nem fordulhat elő, hogy egy védekező középpás poszton, mondjuk a Real játszott Graníról, játszott Pepe, vagy játszik Kedira, és uh, ez mind az adott meccsre van kitalálva, és, és uh, ugye az ellenfél tükrében dönt, meg a, meg a stílus tükrében dönt uh, Mourinho, az előző kérdéshez még annyit én hozzátennék, hogy nem biztos, hogy ennek direkt módon van gyakorlati a nagyon komoly felkészülésnek, hanem a játékosokra átragad ez, átragad ez a fajta hihetetlen profizmus, hogy az én edzőm mindenre gondol, az én edzőm mindent tud, és egy kicsit ilyen placebo hatása is lehet ezeknek a, a dolgoknak, de mondjuk, ha a Barszát nézzük, Messinek még kialakult a mostani szerepköre, az Rijkaard alatt kezdődött 2008-ban egy Sevilla elleni meccsen. Tehát ez egy másfél éves folyamat volt, ami így ránézés úgy tűnik, hogy persze kimegy a barsz, és így minden történik magától, ez, ez nem így van. Guardiola mindig 45 perces videóalemzéseket tart, amit mindig úgy kezd, hogy uraim, ma este azért fogunk győzni, mert, és elmondja, hogy miért, és mire a játékosok kimennek, meg se fordul a hogy nem így lesz, Mourinho pedig nagyon sok Einstein idézetet használ ugyanehez. Na térjünk akkor rá az elklasszikókra, mert hogy Ugye ezek játszották most is a, a főszerepet, ezek voltak inkább, leginkább a köztudatban a, a spanyol labdarúgást illetően. Gergő, te hogy barátkoztál meg Mourinho taktikájával, a, azzal a taktikájával, amit a Barcelona ellen e, alkalmazott? Hát az elején ez sokaknak nem volt túl szimpatikus. Nekem még most sem az, <laughs> Szintén Én egyáltalán nem tudtam ezzel megbarátkozni. A blogon ennek mindig hangot is adtunk. És uh, még így sem, hogy végül eredményt hozott itt a még végén? Még így sem, pont erről beszélgettünk Henrikkel a felvétel előtt, hogy, a, hogy ha megnézzük a számokat, akkor, akkor az, a, az a felfogás, mi szerint a kedvező eredménybe állt, akkor José Mourinho látványosan visszarendeli a csapatot az óriási meccseken, beszélek itt most az elmúlt két év klászikóiról, vagy a Bayern elleni BL döntőkről ez, ez szerintem nem kifizetődő, amit, amit, nagyon sajnálok, illetve hozzá kell tenni, hogy a Real Madrid szurkolóknak a jókora százaléka azért szerelmesedett bele ebbe a csapatba, mert kombinatív, attraktív, kreatív játékot mutattak be, és a, és a legnagyobb rangadókon nem ezt lehet látni. Addig nagyon nagy a hajtás, míg megszerzi a vezetést a Real Madrid, de szerintem a szurkolók jókora százalékát, ez nem tölti el elégedettsége, hogy utána nem a, a második gólt hajtják, hanem, hanem, hanem az eredményt szeretnénk megtartani. Hát mindjárt megmutatjuk önöknek majd, hogy hogyan alakult a Real Madrid taktikája folyamatosan az El Clássicokon. Itt az első mérkőzés, ugye a két szuperkupát azt most hagyjuk, mert szerintem annak azért nem volt akkora nagy jelentősége. Ez ugye a madridi El Clásico, a madridi bajnoki, amikor is az első percben vezetett a Real Madrid, és aztán a Barcelona fordítani tudott. Henrik mindjárt mondja, hogy miért. Um a négy meccs közül ez volt a, szerintem az, az egyetlen, ami igazából azt lehet mondani, hogy ezt, ezt Mourinho elnézte és, és, elvesztette. Egyrészt a felfogása miatt, mert itt fordult elő hosszú először, hogy nagy nyerési kényszerben volt a Barca, de Mourinho ennek ellenére úgy gondolta, hogy majd ő megmutatja, ugyanazt a nagyon agresszív nyílt letámadással kezdte a meccset, és igazából úgy tűnt, hogy az eredményre is vezet, csak aztán a Barcelona a kezdeti 4-3-3-ról úgy tudott átállni 3-4-3-ra Ávesz feltalásával, hogy egyszerre oldotta meg a saját problémáit, és egyszerre minimalizált, ugye Alves és Puyol gyakorlatilag végig kettő az egyet játszott Ronaldo val szemben, és erre egész meccsen nem adott semmiféle választ. Mourinho. Ugye itt a Fehér pöttyök jelzik a Real Madrid játékosait, akinek esetleg nem világos. Ki a kulcs szereplő? Ki volt a kulcs szereplő ezen a meccsen? Mert én azt olvasom ki, hogy talán Diarra és Özil. Özil negatív szempontból, tehát ha egyszerűbb a Barca közelíteni, ott Busquets és Áves, ugye úgy történt a váltás, hogy ha Busquets gyakorlatilag egy ilyen plusz védőt játszott, ha kellett, akkor visszalépett, viszont ha nem, akkor a labda kiazatokban nagyon sokat segített, illetve Áves, látjuk, hogy milyen óriási terület volt Marcelo és Cristiano Ronaldo között, amit Alves abszolút bejátszott teljes mértékben, ezzel sprintekkel is ki tudta hozni a labdát. Szándékos, hogy a Barcelona eltolta inkább a bal oldal felé a játékát, pont azért, hogy legyen elvesznek területe? A Barcelonára nagyon jellemző az egyébként, hogy úgy koncentrálja egy kritikus ponton a támadó erőit, hogy ott biztosan előbb-utóbb tudjon törni. És igen, ez, ez jellemző rájuk. És tulajdonképpen ez, ez, a két játékos volt a, a a Barcelonából a kulcspont, a Real Madridból pedig Özil, aki ugye nem nagyon alkalmas erre, de nem tudott hatékonyan részt venni a letámadásban és a labda a megakadályozásában. Miért fogta szerintetek Mourinho a bal szerencsére ezt a meccset? Pedig egyértelműen jobb volt a Barcelona. Uh, szerintem is jobb volt sajnos a Barcelona. Uh, milyen hatással volt nálatok, vagy milyen hatással volt rátok uh, ez a vereség? rettenetes hangulat volt. Emlékszem, Pláne, hogy az de... első perc után gondolom. Igen, 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 decemberben ezt szerkesztőségi, ülé... Ö, szerkesztőségi mesnézést rendeztünk, és négyen, akik mi a blogot, néztük ezt a, ezt a, mérkőzést, és már az 50.-60. percben felhangzott keserűségből a soha többé elklasszikó <laughs> mondat, ami ami mutatja, hogy nagyon-nagyon hogy rossz hangulatban néztük ezt a meccset, és, és pont emiatt nem is vártuk egyáltalán a, a januári kupamecseket, mert mert tényleg azt, azt lehetett érezni, hogy hiába hiába próbálkozik bármivel is Mourinho, egyszerűen nem sikerül, még ha az első percben sikerül vezetés szerezni, még az sem vezet eredményre, mert... mert a Barca dominanciája mellett uh, még, még, a, még a szerencse is kicsit hozzájuk pártot annál az emlékezetes Sevi például. Kaptatok zrikákat a barszásoktól? Ajjaj, igen. Milyen kapcsolatban vagytok egyébként itthon, mint a két tábor? Hát ez embere válogatja, aki, aki, intelligens, az tudja ezt kezelni, aki nem, az pedig nem. a, a, a Barcelona a szurkolai bloggal kifejezetten jó a közösségünk, szoktuk egymás posztjait mindig olvasgatni, és esetenként kommenteljük is azokat, de, de sok zrikát kaptunk arra vonatkozóan is, hogy hiába fogja esetleg idén megnyerni a Madrid a bajnokságot, ha, ha oda-vissza kikap a Barcelonától. is volt olyan Madrid szurkoló is, aki elkeseredettségében azt mondta, hogy, hogy ennek a bajnoki címnek az értéke majdnem, hogy a nullával lesz egyenlő, ha, ha oda-vissza nyer a Barcelona, hát szerencsére nem, nem, így történt. Ez nem így történt bizony, és hát előtte volt még egy kupa negyed döntő is, pontosabban kettő. Nézzük, hogy milyen taktikát alkalmazott José Mourinho. Ugye itt is volt egy korai gól Cristiano ronaldo a 11. percben, és aztán onnantól kezdve 9-10 emberrel bekelt Orpóik, a Madrid. Taktikailag talán ez volt az egyik legérdekesebb meccsük idén, és innentől kezdve végig egy nagyon határozott gondolatmenet mentén állt fel a a Madrid. Ugye az előző meccsen arról volt szó, hogy egyrészt Alves játék, amit vesztettek, másrészt ugye mindig az a kérdés, hogy messzi ellen hogy védekeznek, akkor az volt a taktika, hogy elszigetelik, tehát azt próbálják megakadályozni, hogy eljusson hozzá egyáltalán a labda. Na most ezen a meccsen Mourinho egyszerre erősített rá mind a két dologra, tehát inkább volt ez egy 3-5-1-es védekezés, ahogy ezt látjuk, Cristiano ronaldo egészen visszarendelte a saját térfejre, Alves miatt egyébként. De ezzel gyakorlatilag halára is ítélte a támadójátékot. Nem feltétlen, mert akkor a területet adott Cristiano ronaldo hogy az első gól ugye az egy 50 méteres Cristiano Ronaldo sprint volt, amit aztán bevágott, és középen pedig ugye az előző meccsen két védekező középpályás volt, na most feltolt a Pepét, ami nem, próbálkozott már ezzel korábban, de azért nem szokása, mellé tette Diarrát és alonzott tehát egy hihetetlen középpályás falat húzott föl messzivel szemben, ami egyrészt később egyébként a vesztelett. Ti ezt hogy bírtátok? Hogy Ábidal és Puyol lőtte a két barcelonai volt, két védő. Igen. Gondolom egyik frusztráló volt, mint a másik. Talán azt hiszem, hogy a Pujolé volt a frusztráló, ugyanis nagyon, nagyon egyszerű szerintem a, a Barcelona pontrugásainak a levédekezése, persze ez most így könnyű kijelentésnek hangozhat, de a, mondjuk a sarokrugásoknak a, a nagy része az Pujolt keresi. Így volt ez a 6-2-es vagy a spanyol-német VB elődöntőn. És volt is utána vita, azt hiszem, hogy igazából Pepénre vagy Ramosra volt kiosztva az a feladat, hogy Pujolt ekkor ő őrizze, bármelyikükre is volt kiosztva, botrányosan végezte a munkáját mert szerintem ez egy abszolút elkerülhető gól volt, és és ugye demoralizáló is, mert, mert egy, ilyen, egy ilyen, gyermetek ilyen védekezés után hagyni uh, hagyni kiegyenlíteni a Barcelonát, az, 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 nagyon rossz dolog. És itt ezután a mérkőzés után uh, volt az összezőrren és Sergio Ramos és uh, José Mourinho között. Nem éreztétek úgy, nem féltetek attól, hogy, hogy elveszíti az öltözőt és hogy távozni fog? Mert az nagyon lógott a levegőben. Uh, megmondom őszintén, a, a a spanyol, illetve a bármelyik sportnapilapnak a, az öltözőből kiszivárogtatott információit én, én rendszerint négy előtt el szoktam osztani. Igen, de az a furcsa, hogy ezt, ezt a márka kürtölte világá, amit ugye a Real Madrid házilapjaként is számon tartanak. Jogos, igen, de a márka idén már Megszelőztette, hogy Cassziász-szel is összeveszett Mourinho, úgyhogy uh, igazából én nem, nem. Lehet ennek valami alapja is? De egyébként. lehet, uh, ez, egy, ez egy olyan dolog, ami. Láttuk itt olyan sajnos, képeket egyébként bele. A, a műsor során, amikor Murinyónak volt a születésnapja, és Igen. vittek neki egy tortát az edzésre, Igen, és biztos. valami hihetetlen undokarccal vette ezt tudomásul, és aztán folytatta az edzést, és semmit nem törődött ezzel. José Mourinho ilyen. Szerintem, szerintem ezen nem kell meglepődni. Inkább azokat a képsorokat elevenítjük fel szívesen magunk előtt, amikor a Szemmamészban nyert a Madrid, és ezzel biztossá vált a bajnoki cím. Akkor is meg lehet nézni Zsózi Mourinho arcát, tényleg úgy örül, mint egy 8 éves kisgyerek, és minden mellett megtartja azt a szerepkörét, hogy, hogy gyakorlatilag ő a családfő. Úgyhogy én azt hiszem, hogy attól, hogy ő, ő sokszor morózus arcát mutatja, abból, abból nem kell messze menni a következtetéseket levonni. Na menjünk tovább akkor a visszavágóval, ugye kettő egyre nyert az első meccset idegenben a Barcelona, és hát ugye a visszavágó mérkőzés góljait azt majd még láthatják itt az adásunkban, de ez volt az a találkozó, ami előtt én mindenre gondoltam, megmondom őszintén, csak arra nem, ami történt. Tehát Mourinho felvállalta a bátor támadójátékot, na és itt tényleg foghatta a bal szerencsére azt, hogy az első fél időben két helyzetből két gólt rúgott a katalán csapat. Igen, egy gondolat, csak egy, telg, egy mondattal visszautalnék az előző meccsre, ott az volt az igazán nagy baj a meccs végén, hogy a három védekező középpályás mert nem tudta megtartani a, a labdát a, a Real Madrid, tehát nem tudott labdatartással védekezni, és igazából hatékony kontrát sem tudtak vezetni, mert hiába volt Ronaldo előtt akkor a terület, nem volt ember, aki igazából elindítsa. És most megint, ahogy erre meccsről azt mondtuk, hogy duplára erősített, hogy a harmadik összecsapáson nem csak, hogy azért került be a csapatba, hanem mellette Kaka is. Tehát akkor úgy gondolta, hogy jó, akkor most nem, nem a védekező középpások, hanem most itt labda labdatartással próbálunk, és egy nagyon direkt, megint egy nagyon magasan kezdődő, talán a, 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 négy meccs közül ez volt a, leginkább intenzív letámadás. És hihetetlenül feltolta a védekezését, igen, itt látható a képen. Ugye Ramos, Pepe, illetve Arbeloa, hát majdnem a felező vonalán egy picit mögötte, és aztán ott van előtte még egy vonal. Igen, itt megint abban a hibába estek. Az a hogy a Barcelona ellen szinte mindent tökéletesen kell csinálni ahhoz, hogy, hogy a takaró pont mindent lefedjen. És ugye szerencsére is kell látni a chelsea -t. Igen. Tehát amennyire feltolták ezt a támadó négyest, tehát négy a, négy a, négyben voltak a Barca védőivel a támadók, ez ugye törvényszerű, hogy követni kell a két védekező középpályásnak is valamennyire. Ez azt jelenti, hogy a két, tehát a középpálya és a védősor között ott marad egy elég nagy terület, amit Messi tökéletesen be tud játszani, sőt ebben a legjobb és itt is ugye ez egy kontratámadás, ennek a végén Pedro lövi gólt, de a baj az már abban a pillanatban megtörtént, gólya. hogy itt átveszi Messi a labdát, és innentől kezdve nem, nem lehet mit csinálni, sprintelven 40 métert, és ez iskola. És aztán Pedro befejezi. Ugye ez volt az első, hát a második gól az védhetetlen volt, amit Daniel Vesz zúdított a kapuba, de itt ez valóban nagyon érdekes volt, hogy Messi után loholtak hárman, aztán ketten Jöttek volna vele szemben, és tulajdonképpen pedóra meg senki nem maradt. Uh, ugyanaz a, a, a faktor, tehát ez biztos, hogy minden játékosnak benne van a fejében, hogy messzinél van a labda, ájj, áj, abból csak nagy baj lesz. Ugye az előző meccset itt vesztette el a Madrid a végén, hatan vették körbe messi akkor Abidának tette ki a bal oldalon, ahonnan Altintop teljesen feleslegesen ment középre, és úgy kapta ki kettőre. Most megint egy picit azt gondolom, hogy ott legalább az egyik, a három hátráló védőből, ha az egyik megáll, és egy mögötte valaki biztosít, akkor így vagy úgy, de azért meg lehetett volna állítani messzit, nem olyan durva eszközökkel. Hát itt meg ugye majdnem meg lett, aztán a továbbítás, ami ugye a második fél időben a levegőben lógott. No de akkor eljött április 21-e, és az a nap, amikor José Mourinho először legyőzte 90 perc alatt a Barcelonát a Real Madriddal, a 2-1-re, ugye sokak szerint ez döntött el a bajnoki cím sorsát. De egyetértetek abban, hogy, hogy Mourinho egyre okosabb és okosabb lett az elklasszikok folyamán? Igen, vagy mondhatjuk úgy, hogy tapasztaltabb. A legfontosabb meccsre jött ki a remek mű, nem? Igen, igen, abszolút lehet ezt mondani. Hozzáteszem, szerintem kellett hozzá egy kevésbé éles barsza is, illetve egy, egy tényleg egy szenzációsan centire kiszámolt védekezés, amiről beszéltünk már a, a, az elején, hogy hogy itt is meg volt, meg volt a gól, ugye Kedira révén, és utána a látványos visszazárás, és azt hiszem, hogy az döntötte el a Madrid-Javára ezt a találkozót, hogy az egyenlítés után, amikor már sokan vártuk, hogy na, akkor most újra lelkileg összetör az egész csapat, akkor hihetetlen gyorsan jött Krisztiánónak a, a győztes gólja. Henrik, szerinted ezen a meccsen mi döntött? ha hmm. a taktikát nézzük. Ez, amit, ö, amit elhangzott, hogy nagyon sok tapasztalata lett már a klasszikók után, és ezeket nagyjából jól foglalta össze. Az előző meccset igazából ö, nem Mourinho vesztette, hanem a csapat. Rengeteg helyzete volt a, a Madridnak, nem volt szerencséje, azért egy írtozatos kapufát lőtt. Tehát ott egyszerűen csak a helyzet kihasználással volt a probléma, pont ezért nem is nagyon módosított. Ugyanaz, ez egyébként ugyanaz a csapat, ami a Bayern München ellen is játszotta. A bl és ö, egy picit módosított rajta a két védekező középpályás, nem ment a, a támadó négyessel, hanem ott maradtak messzivel a védelem előtt, és a, a négyes sem volt annyira intenzív, tehát mindenből egy picit visszavett, és akkor így kapott egy ilyen nagyon kompakt egységet, és ö, ugyanakkor a legegyszerűbb eszközt választotta, mi a Madrid legnagyobb belénye ugye a gyors, egy-két érintés kontra, és az, hogy tisztán Ronaldo-t hányszor tudják helyzetbe hozni egy meccsen és pontosan ezzel nyerték meg. Ugye egy, egy hihetetlen özrű indítás után Ronaldo elhúzta, és... Ráadásul ugye betitte. a legfontosabb mérkőzést. Ugye vártok jövőre valamilyen taktikai változtatást egyik vagy másik oldalon, ugye új edző lesz a Barcelonánál, de elvileg marad a régi rendszer. vilanovát nem nem nagyon ismerjük, tehát akár ugyanúgy beválhat, mint Guardiola, tehát a, a, az ismeretlenségből alkothat valami maradandót. Én mégis úgy gondolom, hogy a, a, azok a fő pillérei a Barszának, akik ezt a korszakosságot hozták, mondjuk Xavi vagy Pujol, ők már azért az ő csillaguk leáldozóban van, úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy ki fog tartani a Madrid előnye jövőre is, illetve, hogy most megkezdődött a a hatalom átvétel, ahogy fogalmaztál, az, az ki fog tartani jövőre is. Taktikai változtatás szerintem igazából Murinyónál nem, nem nagyon várható. Mi azt szeretnénk, ha, ha egy védekező középpályással megerősítenék a, a keretet, mert ez, ez szerintünk abszolút hiányzik. A Real Madridban, illetve egy, egy jobb hátvéd nagyon, nagyon el kéne a csapatnál, mert Árbelo a Zsozé mindig úgy mondja, hogy sosem tízes a teljesítménye egy-től tízig tartó skálán, de mindig 7 és 9 között mozog. Ezt mi úgy értékeltük idén, hogy ez nem igazán érte el a hetet. Hát meglátjuk majd, hogy, hogy ez de. hogy alakul, beszélünk majd még a műsor folyamán a lehetséges új igazolásokról is, most arra azonban egyelőre ennyit, ugye elklasszikó lesz majd a következő évben is, úgyhogy fogunk majd tudni arról is beszélni, és hát hogyha a Barcelona megnyeri a Királykupát, akkor már augusztusban a Szuperkupában találkoznak. Fiúk, nektek köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, és további köszönöm, jó munkát annyias. nektek, önöktől pedig egy icipici türelmet kérünk, mindjárt folytatjuk.